Tisztelt Országgyűlés, Földi László képviselő úr, a KDNP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az innovációért és technológiáért felelős miniszter úrnak. Hogyan segíti a kormány a munkavállalókat és a vállalkozásokat a koronavírus járvány második hulláma idején címmel? Tisztelt képviselő úr, a miniszter úr távol léte miatt válaszadásra Sanda Tamás államtitkár urat jogosította fel. Földi László képviselő urat illeti a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház. Először köszönetet szeretnék mondani a szabályok betartásában együttműködő lakosságnak, a megfeszített ütemben dolgozó egészségügyi alkalmazottaknak, és természetesen Magyarország kormányának, amely meghozta azokat a komplex intézkedéseket, amelyek segítségével a vírus okozta válság káros következményeit mérsékelni tudjuk. A koronavírus járvány elleni küzdelemben az emberek életének és egészségének a védelme mellett fontos a vállalkozások megvédése, az emberek munkahelyeinek megőrzése is. A járvány második hulláma idején is számos intézkedést hozott a kormány a vállalkozók, munkavállalók érdekében. A szálláshelyeket a kijárási korlátozások idején a kormány azzal segíti, hogy megtéríti az érintetteknek az előzetes foglalások alapján számított bevételkiesés 80%-át. Az éttermek és a szabadidős létesítményeknek erre a 30 napra az alkalmazottjaik után nem kell járulékot fizetniük, és az állam megtéríti a munkavállalók bérének a felét abban az esetben, ha megkapják a fizetésüket. Érdemes még megemlíteni a fuvarozókat érintő könnyítést, miszerint épp úgy, mint a koronavírus járvány első szakaszában, a kormány felfüggesztette a hétvégi kamionstoppot. A magyar vállalkozások így rugalmasabban szervezhetik fuvarozási feladataikat, gyorsabbá válhat az üzletek, raktárak, gyárak ellátása. Tisztelt államtitkár úr, kérdezem, hogy milyen további kormányzati intézkedések várhatók még, hogyan segíti a kormány a munkavállalókat és a vállalkozásokat a koronavírus járvány második hulláma idején is. Tisztelettel várom államtitkár úr válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. Na, a válaszra megadom a szót Sanda Tamás államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Engedje meg, hogy első mondatként csatlakozzam az ön által elmondottakhoz, hogy nagy köszönet illeti mindazokat, akik a védekezésben részt vesznek, különösen az emberfeletti munkát végző egészségügyi dolgozókat, orvosokat, ápolókat, de ne felejtkezzünk el azokról sem, akik csatlakoztak az ő munkájukhoz, akár csak az egészségügyi hallgatókat, orvosjelölteket, medikusokat, ápolás tanulókat, vagy mindazokat a felsőoktatásban tanuló diákokat, akik önkéntesen csatlakoztak a védekezésbe. Nekik is egy nagy köszönet jár, és egy nagy köszönet jár azt gondolom, hogy a közrendet biztosító rendőröknek és katonáknak, és mindazoknak a vállalatoknak, a dolgozóknak, magyar embereknek, akik tisztességesen betartják a szabályokat, és odafigyelnek arra, hogy a járvány terjedését a lehető legjobban lassítani tudjuk, és közben pedig Magyarország működését fent tudjuk tartani. Tisztelt képviselő úr, engedje meg, hogy elmondjam, hogy az elmúlt évtized azt bizonyította, hogy a magyar emberek azok munkából akarnak, és munkából is tudnak megélni. Éppen ezért a magyar kormánynak az a határozott álláspontja, hogy olyan támogatásokat szükséges biztosítani, amelyek a munkahelyek megőrzéséhez és új munkahelyek létrehozásához tudnak segítséget adni. A második hullám elején is azokat a támogatásokat érdemes kiemelni, amiket képviselő úr is említett, amelyek a leginkább érintett ágazatoknak szólnak. A vendéglátásnak, vagy akár a turisztikai szektornak. Itt valóban bértámogatással, adó- és járulékkedvezményekkel, és egyéb támogatásokkal is segítjük a munkájukat. Két feltételünk van. Két nagyon fontos feltételünk. Tartsák meg a munkavállalókat, és fizessék ki a bérüket. Ha ezt megteszik, megkapják a támogatást. Köszönöm meg tisztelő figyelmét. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszontválaszra Földi László képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm államtitkár úrnak a választ. Megjegyezni kívánom, hogy az én választókerületemben is több olyan cég működik, amelyek
éltek azok a lehetőségekkel, amelyeket a kormány felkínált a vállalkozások részére. Ezen túlmenően megemlítem, hogy én fontosnak tartom például a középiskolásoknál az ingyenes internet szolgáltatást, amelyet most a kormány engedélyezett, bevezetett 30 igen, napra. Igen. És nem csak a diákoknál, hanem a törvényes képviselőknél, vagy a pedagógusoknál is. Ezek is mind-mind odahatnak, hogy valóban az ország minél előbb ki tudjon lábalni, túl legyen ezen a járványon, és akkor reményeink szerint minden szépen a helyére áll. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszontválasz illeti meg Sanda Tamás államtitkár urat is. Parancsoljon, államtitkár úr, önél szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Engedje meg, hogy magam is még néhány intézkedést ide citáljak az országgyűlés elé, amelyek azt gondolom, hogy komoly segítséget és támogatást tudnak nyújtani a leginkább érintett szektorok számára. Ilyen például az elviteles élelmiszereknek az áfájának az 5%-ra csökkentése, amelyik lehetővé teszi azt, hogy olcsóbban tudjanak adott esetben kiszállítani a vásárlók számára az éttermek, vagy pedig nagyobb bevételt realizálva a saját munkatársaik bérére tudják költeni a rendelkezésükre álló forrásokat. De szintén ide kapcsolódik, hogy könnyítettünk újra azokon az adminisztrációs terheken, amelyek a kiszállítást érintették, azaz ebbe a folyamatba be lehet vonni más vállalkozásokat is, így például a taxisokat is, amelyik nem csak az éttermi szektornak, hanem egyébként a fuvarozó szektornak is segítséget jelenthet. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt